A Bóbita óvoda Bokréta tehetségműhelyének születi műsorával kezdődött a program a Kis László sportcsarnokban. A mai napot kint szerettük volna megrendezni a Rákóczi utcán, illetve most már egy éve újra használatba tudtuk venni, és a tavalyi esemény nagyon jól sikerült. Ezt szerettük volna az idei évben is megvalósítani, sajnos az időjárás közbeszólt, de ahogy látjuk a mai nap folyamán, gyakorlatilag igazolta a szervezők döntését az, hogy a csarnokba került megrendezésre ez a rendezvény, hiszen kint egyrészt hideg van, másrészt esik az eső, és hogyha körbenézünk, azért egyre több ember látogat ide a csarnokba, és én abban biztos vagyok, hogy az esti koncertre meg is fog telni maga a csarnok. A Baglas Néptánc Együttes is színpadra lépett. Jazz operett koncertsót nézhetett meg a közönség a Kacsó Pongrácz Színház előadásában. Dalok találkozása. A marcali Kalipszó kórus és a lengyel vendégkórus közös műsorára már később délután került sor. Egyrészt fellépési lehetőséget szeretnénk biztosítani a helyi egyesületeknek, és azért ne feledkezzünk meg arról, hogy Marcalinak egy elég széles testvérvárosi kapcsolata van a környező országokkal, és a mostani alkalomra is érkezett egy kórus Lengyelországból, és őnekik is ez egy jó lehetőség, hogy megmutathassák magukat, és új kapcsolatokat is építhessenek ki, hiszen a következő héten már a Kalipszó kórus utazik Lengyelországba, és így lehet igazi baráti kapcsolatokat létrehozni, nem úgy, hogy két-három fő elutazik és megjelenik egy-egy rendezvényen, hanem igenis nagy csoportokat kell vinnünk, és azt hiszem, hogy ebben Marcali élen jár, és ezen kívül pedig igen, olyan programokat is kell szervezni, amire az emberek is bejönnek, ez szolgálja a nagy koncert, illetve akár az óvodásoknak a bemutatója is, hiszen ők meg szeretik megmutatni azt, hogy mit tanultak abban a tanév, abban a nevelési évben, amiben éppen jártak. Marcalinak fontos a testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Nagyon jól érezzük magunkat, csak sajnos az időjárás nem a legszebb arcát mutatja. Mindig nagyon érdekes programok vannak. Tegnap voltunk Tapolcán, nagyon szép volt, mindenkinek nagyon tetszett. Ma a Tihanyba látogattunk el. A Kalipszó kórus jön a mi Cecília kórusunk 13. jubileum koncertjére. Két közös koncert lesz Lengyelországban. Ez a testvérvárosi kapcsolat több mint 18 éve tart. Mi nagyon szeretnénk tovább folytatni. A jövő héten a Kalipszó kórus utazik ugye Lengyelországba, és az következő héten már németországi testvérvárosunk Künzelszau fog érkezni Marcaliban, hiszen mint ahogy az elmúlt tavasszal már megtapasztalhatták a városba lakók és érdeklődők, idén 30 éves már ez a kapcsolat a német testvérvárossal, és most szeptember végén Marcaliban fogjuk megünnepelni ezt az évfordulót.
és ott is egy olyan rendezvényt szeretnénk létrehozni, illetve olyan ünnepséget, ahol szintén minél több egyesület megmutathatja magát, illetve a gimnazisták is újra színpadra fognak lépni, és a fogadószülőknek akár így is lehet köszönetet mondani azért a tevékenységért, amit Németországban végeznek. Marcali szép otthonai eredmény hirdetésén Berec Balázs alpolgármester adta át a díjakat. Vásári mulatság a zene nyelvén címmel az Annó Musica együttes mutatkozott be az érdeklődőknek. Szeletes várostorta Irsai Olivér boros balacserével, ropogós grillázsal, madártejmusszal és tükörglazúrral készült. Az egy sztárvendége a Blaha Louisiana együttes volt. Eleventűs címmel a Hesita Tűzzsonglőr Show előadása zárta a napot.